Több mint 250 gyermek részvételével tartották meg a Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági verseny délvidéki elődöntőjét. A fiatalok két korcsoportban népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriában, szólóban, párban léphettek színpadra, de csoportos előadást is láthatott a közönség Horgoson. Csantavérből hoztam kettő zenekart, van egy általános iskolás zenekar, ők dél-alföldi dalokat hoztak, illetve van egy középiskolás zenekar, ők pedig sárközi dalokat hoztak. Illetve Tornyoson is vezetek egy gyerektambora zenekart, ők is dél-alföldi csokorral léptek föl. Hogyan sikerült a föllépés? Mik a következtetések, levonások ez a produkció után? Véleményem szerint mindegyik csapat jó szerepelt, tehát itt az attól függ, hogy ki mennyit próbázik, és itt nem csak az egyesületbeli próbákon múlik, hanem hogy otthon is gyakorolnak ki a gyerekek, mert én mindig szoktam mondani, hogy nem kell sokat, de minden nap legalább egy fél órát bűvöljék otthon is a tamborát, és akkor biztos, hogy jó lesz minden föllépés. Sok évben keresztül folyik már ez a tehetségkutató. Eddig hogyan szerepeltek, mik voltak a legnagyobb sikerek? 2019-ben akkor voltam először, itten tamborazenekarral, akkor mindjárt kiemelt aranyat nyertek az a csapatom, kijutottunk a Kárpát-medencei döntőbe, ahol szintén kiemelt aranyat nyertek, utána voltunk több éven keresztül, ugyancsak nyertek kiemelt aranyat és aranyat, én szerintem jó szerepeltek minden alkalommal, mivel hogy a tamborzene, ugye ez helyi sajátosság, tehát vajdasági és dél-magyarországi környékre lehet beszorítani, és mikor kijutunk egy ilyen döntőbe, akkor az majdnem, hogy kuriózum. És szeretik a tambora muzsikát, a vajdasági magyar tambora muzsikát. A fiatalokat szakmai zsűri értékelte, ahol helyet kapott a rendezvény fővédneke, Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt díjas népdalénekes is. Milyen táncot hoztatok ide most a vetélkedőre, mivel vettetek részt, hogyan zajlott a felkészülés, hogyan esett a választás pont erre a táncra? Hát igyekeztünk azokból a táncokból meríteni, amit már a fiatalok megtanultak, és valamilyen szinten be is gyakoroltak. Ez kivételt képez ugye a kisebb csoportnak, az alsó korosztálynak a ráboközi koreográfiája, amit most mutattunk be először itt, nem csak a szülők és a horgos, illetve az ide látogató közönség előtt és a szakmai zsűri előtt is. Szóló kategóriákban a fiúk azok főképpen legényesekkel készültek. A fiatalok azok ugye már az anyaországban tanulnak. Hétfőnként tudunk próbázni, és minden elismerés nekik, hogy hétközben otthon a kollégiumokban, vagy akár szabad idejükben foglalkoztak a táncanyagokkal és gyakorolták ugye egy ilyen megmérettetésre. Ami egy nagyon jó ugró deszka az ebben az évben előttünk álló versenyekre, minősítőkre, megfogadva a zsűrinek a szakmai tanácsait, még magasabb szintet próbáljuk ezáltal építeni, úgy a koreográfiákat, mint pedig az egyéni táncokat, és ebből kifolyólag bízunk bele, hogy még szebb eredményeket fognak fiataljaink elérni majd a 2023 éves úgymond tanévbe, ahol nem csak eleget teszünk a föllépéseknek, hanem a versenyeken is minősítéken is szeretnénk részt venni. Mennyire hat ez ösztönzőleg a fiatal táncosokra, és egyáltalán mi motiválja őket, hogyan tudjátok motiválni az eredmény érdekében is akár? Abszolút motiválhatóak, küzdenek, és ugye azt el is kell viselni, ahogyha valaki nem lesz első helyzet, hanem második helyzet, és pozitívan kell hozzáállni, ezt már a kisgyerekkorok óta próbáljuk elmagyarázni, illetve megmondani a gyerekeknek, hogy ez építő jellegű. Tehát el kell fogadni azoknak az embereknek a véleményét, akik megnézik őket építő jellegűen, ezáltal még magasabb szinten tudjanak táncolni, és a következő versenyen eredményesebben tudjanak szerepelni. Ez az építő jellegű, illetve lépcsőzetes fejlődés azt hiszem látszódik az elmúlt 10 évben a Bartokból a Magyar Művés Egyesület táncsoportjain is, mert a színvonal ugye a magyarországi mérce adja meg, és az anyaországi hasonló rendezvényeken is megállják a helyüket, ott vannak, tehát ugye tavaly ugye ezt a Dunán-Jenti Szántól népvészeti vezérketőt veszük például, a Cibere táncsoport beveregette magát az Erdély döntőbe, ami nagy élmény volt nekik, harmadikok lettek, de most még keményebben dolgoztak, hogy ezen az eredménye változtassanak majd, hogy jobbak legyenek, mint a tavalyak. Ugye kétélű a dolog, mert akik meg ugye egy ilyen versenyen elsők lettek, azoknak még keményebben kell dolgozni, mert ugye meg szeretnék tartani ezt a, a,
ezt az aranyérmet, úgy mondom, egy első helyet. Tehát egy abszolút építő jellegű és pozitív jellege, illetve van ennek az ehhez hasonló rendezvényeknek is szükség van rá erre a Vajdaságban. Azt látjuk, hogy a zsűri zsűrizik, de mégis szakmailag azt meg tudnád-e azért mondani, hogy milyen nüanszok választják el az első, második vagy akár harmadik helyzetet, mik döntenek, hogy ki hanyadik helyezést ér el? Ezt a zsűri mindig magának felállít egy mércét, illetve egy olyan kritériumokat, ami alapján fog majd értékelni. Ezt a mostani zsűri is ezt felállította. Általában alapkritériumok vannak, a plasztika, ritmika, dinamika, tehát a színpadi megjelenés, az a táncnak a zenére való illeszkedése, a zenéválasztás, és nem utolsó sorban a rendezett és tataros népviselet, tehát a színpadi megjelenés. És ugye ezt körbe fogja egy koreográfia esetén maga a koreográfia, illetve az előadási mód. Ezek ilyen alaptételek, de hát ugye azt szokták mondani, hogy van egy olyan verseny, ahol egy zsűrinél valaki második helyezést ért el, ugyanaz a produkcióval egy másik versenyen pedig első helyezést ért el. Tehát valamilyen szinten ez szubjektív is, tehát ebben a pillanatban, ebben az órában, ebben a percben ez a szakmai zsűri ezt látta, és ez alapján vonalja a konzekvenciákat. Most itt hány résztvevővel zajlik a verseny? Itt most közel 250 résztvevővel, 48 műsorszámban zajlik ez a program, ez a verseny. Milyen műsorszámok vannak erről, egy picit bővebben meg lehet-e tudni valamit? Természetesen kettő korcsoportban jelentkezhettek a versenyzők, 6-tól 12, illetve 13-tól 18 éves korig, néptánc, népzene, népdal és népmese kategóriákban, és ezek közül a kategóriák közül köré csoportosulnak a produkciók. A községbeli produkciók, azok hogyan szerepeltek eddig, milyen produkciókkal léptek fel a fiatalok? Azt mondhatjuk, hogy a rengeteg tájegységről hoztak műsorokat, nagyon sok program, nagyon színes a program, amit külön ki szokott emelni a zsűri is, hogy nem ragaszkodnak egy tájegységhez a felkészítők, hanem több különböző tájegységről hoznak műsorszámokat, és ez teszi leginkább változatossá ezt a műsort most. Azok a fellépők, akik a zsűri által kiemelt aranydíjban részesültek, fellépnek a döntőben, amit Erdélyben rendeznek meg hamarosan.